Az olimpia kicsit ugye elkényeztetett mindenkit, örülünk is neki, hiszen azért épp úgy a női válogatott nem visszatértünk, beszéltünk arról, hogy a bronz meccset ugye hosszabbításban nyertük. Mi azért az izlandi mérkőzés sem volt ugye egyszerű történet, és hát ugye magyar csapatok általában az elmúlt évek, ugye azt mondtuk, hogy magyar átok, és ezeket a meccseket elveszítjük. Most hála Istennek ugye mind a férfi, mind a női válogatott ezt tudta abszolválni. Hogy milyen szereplésünk lesz, nagyon érdekes világverseny lesz. Olimpia utáni világversenyek mindig érdekesek. Láttuk itt azért a nőknél is, és a férfiaknál is még látnunk kell a mezőnyt, megmondom őszintén. Tehát, hogy milyen játékosok fognak érkezni a válogatottakkal, hiszen itt a következő 4 évre kell már majd minden csapat, többek között mi is megpróbáljuk már a következő 4 éves ciklusunkat úgy felépíteni, hogy Rióra ütőképes csapatot tudjunk formálni. Kíváncsi vagyok arra, hogy a top csapatok, úgymond, akik az olimpián jól szerepeltek, azok milyen játékos állományán fognak megjelenni. Mi, nekünk a hivatásunk, a küldetésünk az, hogy mindig a legjobb magyar nemzeti válogatott kerüljön a küzdőtérre. És hát ígérem azt, hogy a játékosok meg fognak mindent tenni, hogy ez a csapat sikeres legyen. Én nagyon remélem, hogy ezt valóra is tudjuk váltani, de még egyszer mondom, hogy mi is szeretnénk építkezni. Tehát ugye itt a jobb átlövő poszton ugye szeretnénk már, hogy az Ancsin Gábornak is több lehetőséget nyújt. Legutóbb is a lejtezőkön, Európa-bajnok is a lejtezőkön hullámzó formája miatt kevesebbet kapott, illetve nem is került keretbe, ott volt velünk. Azért szeretnénk, hogyha ezen a világbajnokságon már itt úgymond az a 84 és 88 közötti generáció több lehetőséget kapna, akik majd már Rióban húzó emberekként kerülhetnek majd előtérbe. Tudjuk, hogy többen is visszavonultak a válogatottól, Iváncsik Tamás, Laluska Balázs és Fazekas Nándor is, ugye valószínűleg Charlie Károsz Perez sem fog már válogatottban játszani. Kik lehetnek azok Ancsin Gábor mellett, akik pótolják, vagy akik felfrissítik a keretet majd a világbajnokságra? Hát ugye kezdve is sorrendben, ugye itt a Nándi ugye már az olimpia ideje, olimpia után, olimpia vége felé közeledve már az a 37. éves jelesztés. Ő nagyon korrekt volt, és tényleg az a szellemiség, amit ő képviselt ebben a dologban, az megható volt számunkra. Tehát ő annak idején, mikor az Athén olimpia után a Szatmár János ugye szintén bejelentette a visszavonulását, ő azt mondta, hogy és a Nándi is ezt képviselte, ő átadja a stafétapotot annak a kapusnak, aki majd Rióba kivezetheti a csapatot. És ugye hát ez, úgy tudjuk, hogy Nándi 37 éves, lehet, hogy még egy jó szériával 41-42 éves korában még tudna kimagasló produkálni. Ott van Lavrov, aki még 41 évesen világbajnokságon volt, de erről már kevés esélyt lát, és hát ő átadta a stafétapotot a következő generációnak, és azt gondolom, hogy a Mikler Roland megmutatta már nagyon sokszor a világ hírű csapatok ellen is, hogy komoly teljesítményre képes, látod a legutóbbi norvégok elleni VB-s rejtező első mérkőzését, tehát jó helyre került az a stafétabot. Remélem, hogy a Roland tud vele élni, mellette a Tatai Péternek föl kell nőnie, úgy gondolom újra itt a válogatottban való elvárásokhoz, illetve mögötte a Liszkai Szilveszter kikerült most Romániába, és nagyon jó információkat hallunk róla. Ő lehet a 86-os korosztályból, akinek ilyen edzője is volt a junior válogatott korában, illetve a fiatalabb, még fiatalabbak közül pedig a Pallak Péter, a csurgói csurgónak a kapusa. Ebből a 4 kapusból a értelemszerűen az évek során tudunk majd profitálni. Hát ugye a Tamás és a Balázs, ugye ők lemondták a válogatottságot, én úgy érzem, hogy egy kicsit elhamarkodottan döntöttek, de tiszteletben tartjuk a döntésüket, nyitva hagyták azt az úgymond kaput, tehát van visszaút a számukra, mi is nyitva hagytuk ezt. Én azt gondolom, hogy jobb szélen ott Arsányi Gergely, Gulyás Péternek a pozíciója az stabil. A Gergőt látjuk, hogy egy olimpiát egy személyben végig tudott játszani, tehát ez komoly teljesítményre utal. Fiatalabbak közül érdemes megemlíteni itt a Hornyák Pétert, a Balatonfürednek a jobb szélsőjét, aki már stabil NB1-es játékosként tekinthető. Tehát ők kerülhetnek itt majd, úgy gondolom, a következő időszakban reflektorfénybe. Valamint védekezésben kell nekünk egy picit majd átalakítani itt a koncepciót a Balázs kiesésével a 3-as védőinkben. Kicsit megfogyatkoztunk, ott a Szőlősi Szabolcs kerülhet, aki most eddig peremember volt ugye a válogatottban, tehát úgymond, hogy bálósok közül nem mindig került be a keretbe, talán ő lehet majd, akit 3-as védőben kiváltja ezt a üres helyünket. Az utóbbi időszak világeseményén a női
csapatnál és a férfiaknál is megfigyelhető volt, hogy próbáltunk a visszarendeződésre hangsúlyt fektetni, tehát hogy csökkenjen a támadás-védekezés közötti cseréknek a száma. Ez a tendencia, ez váratlan tovább fog folytatódni? Nagyon remélem, hiszen főleg a mérkőzéseknek a kezdeti szakaszában nagyon nehéz 2-3 embert cserélni. Tehát mindenképpen azon vagyunk mi is, hogy egy komplex játékosokkal próbáljunk meg játszani. Visszatérve az Ancsin Gabira, tehát ő is ebből a szempontból nagyon jó úton jár, hiszen Szegeden is BL-ben védekezik, legutóbb ugye Veszprém elleni mérkőzésen kiválóan védekezett, aki látta ezt a mérkőzést, tehát próbálunk ezen az úton haladni. Persze értem szerintem, hogy fogy az erő egy világversenyen, láthattuk a legutóbbi világversenyeken, a magyar női válogatottnál, olimpián láthattuk, hogy valamikor három embert is kellett cserélnünk. Tehát ahogy megyünk be a világversenyre, ugye a játékosok fáradnak, úgy kell, és csökken az iram is, akkor van lehetőségünk, de a cél értelemszerűen ez. Tippelj, totózz és játssz a 63.hu tippligáiban, ahol hetente több százezer forint kerül kiosztásra.